A beruházásra már nagy szükség van, hangsúlyozta az alapkületételt megelőző istentiszteleten az intézmény igazgatója. Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett elmondta, a napokban 884-en zárták a tanévet, az épületben már nem volt elegendő férőhely, külső helyszíneken is tanítottak. A számok is mutatják, hogy ez az intézmény tulajdonképpen kinőtte már azt az épületet, amelyben jelen pillanatban az oktatás és a nevelés is folyik. Sajnos azzal a nehézséggel kellett megküzdenünk az elmúlt időszakban, hogy nem voltak megfelelő számú tantermeink, ezért arra kényszerültünk, hogy külső helyszíneken béreljünk tantermeket, illetve csoportfoglalkozások is olyan tantermekben történtek, amelyek már azt gondolom, hogy a kor követelményeinek nem feltétlenül felelnek meg. Éppen ezért itt volt az ideje annak, hogy egy olyan beruházás kezdetét indítsuk el tulajdonképpen, amelyik majd hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez itt Kisvárdán. A miniszter a rendezvényen azt hangsúlyozta, a fejlesztéseknek köszönhetően több új tanteremben tanulhatnak majd a diákok. Épül kémiai, biológiai előadóterem, labor és szertár, valamint tornaterem. Kialakítanak továbbá számítástechnikai szaktantermet, nyelvi labort, új orvosi szobát, valamint megtörténik a főépület energetikai korszerűsítése. Sesták Miklós hozzátette, fontos, hogy ezeket tartalommal töltsék meg a pedagógusok és a diákok, mivel a fiatalságba vetett bizalom a jövő legfontosabb befektetése. Nem csak annak van jelentősége, hogy itt most hány tanterem, fizikalabor, orvosi rendelő, vagy esetleg az aula nagyobbításáról van szó, hanem arról, hogy milyen tartalommal tudják majd megtölteni az itt tanuló gyerekeknek a lelkét, a szívét, hiszen ahhoz, hogy hitben erős emberek legyenek majd az innen kikerülő diákok, szükségek a jó pedagógus mellé, azt gondolom a fizikai és a technikai feltételek biztosításához erre lesz elegendő ez a fejlesztés. A korszerűsítésre és bővítésre az intézményt fenntartó Kisvárdai Református Egyházközség nyert 920 millió forint pályázati forrást az EFOP keretéből. Hosszú-hosszú évek óta töretlenül fejlődik az iskola, és hogyha valaki egy térképet megnéz, mondjuk a KSH-nak a honlapján, amelyen az országnak a vallási térképét látjuk, akkor azért az világosan látszik, hogy az ország legnagyobb egytömbben élő reformátusság az még ebben a térségben él. És tulajdonképpen ennek a térségnek ez az egyetlen református gimnáziuma, hiszen még Nyíregyházán sincs egyelőre református gimnázium. Amikor elindult 1992-ben az államosítás után visszavett iskolának az élete, és felmenő rendszerben növekedni kezdett, akkor folyamatosan töretlenül látszott ez a fejlődés, amelynek eredményeképpen ma már több mint 881 diákunk van. Kisvárda polgármestere a rendezvényen a beruházás jelentőségét hangsúlyozta. Kisvárda számára nagyon fontos beruházásról van szó. Kisvárda iskolaváros, 4000 középiskolás tanul Kisvárdán, egyházi és állami, illetve alapítványi iskolákban. A református egyház iskolája is kinőtte magát a falak közül, úgymond nincsenek már tantermei, szaktantermei, laboratóriumai, és egy óriási lehetőség a város számára közösen a gyülekezettel, az egyházzal egy új épület átadása lesz majd a jövő. Az iskola korszerűsítése és bővítése előreláthatóan 2018. augusztus végére fejeződik be.